Az építőmérnökök legjelentősebb Tolna megyéhez köthető munkáival ismerkedhetnek meg azok, akik ellátogatnak a Szekszárdi Garai János gimnázium udvarára. A korábban már az ország több településén nagy sikerrel bemutatott tárlatot a Magyar Mérnöki Kamara tagjai állították össze az építőmérnök 200 rendezvénysorozathoz kapcsolódva. Ezt a kiállítást a Magyar Mérnöki Kamara és az Angol Építőmérnökök Szövetsége közös szervezésében nyitották meg Budapesten szeptember 10-én, 11-én egy kétnapos konferencia keretében, ahol egy nagy méretű szabadtéri plakátkiállítás társult ehhez a rendezvénysorozathoz, 130 darab plakáttal az építőmérnöki szakma elismertetésére és az építőmérnöki alkotások megismertetésére szolgált ez a kiállítás. Tolna megyében elsősorban azokat a plakátokat hoztuk el a mérnöki kamara által elkészített plakátokból kiválogatva, amik a hazai jelentősebb építőmérnöki alkotásokat mutatják be, az építőmérnöki szakma legkülönbözőbb szakterületeit érintve. Benne értjük ez alatt a geodéziát, a geotechnikát, a vízgazdálkodást, vízépítést, az autópályaépítést, útépítőmérnökök tevékenységét, a szerkezetépítőmérnökök, tartószerkezeti terveket készítő mérnökök tevékenységét is. A tárlat a kamara tagjai szerint különösen azért fontos, mert szakember hiány van, így a fő cél az, hogy megismertessék a mérnöki szakmák szépségeit a fiatalokkal, hogy lássák, milyen különleges az építőmérnöki hivatás. Egyik célja ennek a kiállításnak pontosan az volt, hogy a társadalom felé megmutassuk, hogy milyen alkotások születnek. A másik részét a fiatalságot próbáljuk egy kicsikét ebbe az irányba csábítani, mert ugyan vannak más szakmaterületei is nagyon szép dolgok, de ezek nélkül tulajdonképpen nem élhetnénk. Az építőmérnökök azok azért dolgoznak, hogy a társadalom napjai könnyen, természetesen folyjanak le. Ők alkotják meg az infrastruktúrát, a kényelmi berendezéseket, a kulturális centrumokat, tehát nagyon széles körben vagyunk érintettek ebben a tevékenységben. És azt szeretnénk, hogyha a fiatalok ebben az irányban egy kicsikét orientálódnának. Nagyon nagy mértékű fejlődésnek indult ez a szakterület. Értendő ez a tervkészítés folyamatára is. Annak idején, amikor még én végeztem a Műszaki Egyetemen, akkor még kézzel kellett rajzokat elkészíteni. Természetesen ma már ezt a diákok nem is ismerik. Autokedes tervezésekkel készülnek ezek a tervek, annak számtalan változatában. Minden digitálisan történik, és ugyanez vonatkozik a geodéziára, a kitűzésekre, tehát akkor, amikor egy építési területen egy építményt elkezdenek kivitelezni, és azt kitűzik, az is ma már GPS-szel, koordináták alapján történik, annak a hely meghatározása, ami 20 vagy 30 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. Szekszárdra most a Budapesten bemutatott teljes tárlat egy szemelvénye került. A tolnai megyeszékhelyen látható képek mindegyike kötődik valamilyen módon Tolna megyéhez. Nem csak a tervezési folyamatot mutatják ezek a plakátok be, hanem az épületek üzemeltetésére is kiható fényképeket láthatunk rajtuk, illetve a kivitelezői munkát is bemutatják. Szerettük volna kiválogatni ezekből a plakátokból azokat az érdekesebbnek mondható plakátokat, amelyek Tolna megyei érintettségűek, többek között vagy a helyszínt érintően kapcsolódnak Tolna megyéhez. Ilyen például a Paks-Kalocsa közti Dunahíd terveit tartalmazó plakátunk, vagy például itt az egyik plakáton látható a Szekszártól 15 kilométerre található Lankóczi szivattyútelepünknek, a régi múzeális értékű szivattyútelepünknek a plakátja, ami a belvízöblözet belvizeit hivatott átemelni a Dunába. Valamint itt ebben a vízes öbölben találhatóak azok a vízépítési nagyműtárgy gyak kivitelezés ideje alatti látványképei, amelyek nagy részében 4-5 helyszínen is részt vett az egyik mérnök kamarai
elnökségi tag kollégánk. A mérnöki pálya nagyon népszerű a gimnazisák körében, most már népszerű lett. Korábbi években valóban terelni kellett őket. Ugye minden évben mi indítunk matematika-fizika tagozatos osztályt, és ezek az osztályok általában a csoportok 20-22 fővel mennek. Közülük szinte valamennyien mérnökök lesznek, vagy a mérnöki pályának valamilyen ágát választják. Most már azt kell mondjam, hogy a paksi erőmű bővítés is érzékelhető ezen a területen is, illetve amit itt is látunk, hogy a pozitív tapasztalatok, egykori garaisták előadásai, pályaorientációs rendezvények is nagy mértékben hozzájárulnak ehhez, és hogy itt Magyarországon is képzelik el a mérnöki pályát. A plakátkiállítás december közepéig tanítási időben tekinthető meg a Szekszárdi Garai János Gimnázium udvarán.